Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jele Jászmin Grace vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. 76 éve kezdődtek a felvidéki kitelepítések, több mint 100 000 magyarnak kellett elhagynia az otthonát. Forgassa földért, idén április 15-én indul a 24 órás filmkészítő maraton. Gunaras 50 nagyszabású programsorozattal várják az érdeklődőket. Talmácsi Gábor Bonyhádon a biztonságos közlekedésre hívta fel a figyelmet a világbajnok. 76 évvel ezelőtt kezdődtek a kitelepítések Felvidéken. Több mint 100 000 magyarnak kellett elhagynia addigi hazáját, szinte mindent hátrahagyva. Sokan közülük a Völgységben találtak új otthonra. 1947. április 12-én indult az első vonat Csehszlovákiából a kitelepítettekkel Magyarországra. A Benes dekrétumok következtében több mint 100 000 magyarnak kellett elhagynia a Felvidéket 1949 nyaráig. Sokan közülük a Völgységben találtak új otthonra, Bonyhád környékére 680 családot, közel 3000 főt telepítettek. A Felvidékiek Egyesületét 25 évvel ezelőtt alapították, azért, hogy az anyaországban élt hagyományokat őrizzék és ápolják. Az idős elődeink azok időbe léptek ebbe, és ők felkarolták, hogy kulturális vonalon, kapcsolattartás vonalon, országon belül, országon kívül mindenképpen legyen valami, ami megfogja, mert itt is beolvadunk ebbe a sokszínű világba, hiszen itt Bonyhád és környéke, az ugye a szegény svábokat ki kellett telepíteni ahhoz, hogy mi, meg a székelyek ide tudjunk jönni. A bonyhádi felvidéki közösség tagjai ma is aktív kapcsolatot ápolnak az anyaországban maradtakkal és a hazai egyesületekkel. Rendszeresen részt vesznek a völgységi rendezvényeken is, sőt, ők újítatták fel néhány éve a művelődési ház mögötti parkban található emlékművet is. Ez mellett még el kell mondani, hogy felvidéki szoba van a múzeumban, az újonnan alakuló Perczel kúriába kaptunk egy szobát, egy klubhelyiséget, tehát azért valami van már mögöttünk, meg az elődeinknek a munkájába, és ezt szeretnénk továbbvinni, megtartani, mert bár fogyunk, és egyre kevesebben vagyunk, de azért itt a személyes beszélgetésekben előbb-utóbb kiderül, hogy az ő szülei, vagy nagymamája is innen felvidékről, onnan származtak, és akkor én bennem legalábbis egy jó érzés kelt. A bonyhádi felvidékiek legnagyobb éves rendezvényére hagyományosan pünköstkor kerül sor. Április 17-én hétfőn kezdődik a Csatári Torok buszmegálló felújítása a Béri Balog Ádám utcában, közölte Facebook oldalán Szekszárd önkormányzata. A munkálatok előre láthatólag 3-4 napot vesznek majd igénybe. Összesen 4 anyagi káros baleset történt Szekszárdon kedden. Egyebek mellett egy férfi teherautóval haladta a Tolnai vármegyeszékhelyen a Damjanics utcai felüljáró lehajtójáról az 56-os főút irányába. Az útkereszteződéshez érve az elsőbségadás kötelező tábla ellenére nem adott elsőbséget és kifordult balra. A neki szintén balról érkező kocsi a teherautó oldalának ütközött. A nap során volt, aki nem tartott megfelelő követési távolságot, és egy sávváltás során is történt koccanás. A rendőrség továbbra is arra kér mindenkit, hogy tartsa be a szabályokat. Április 15-én rajtol el immár 10. alkalommal a Forgassa Földért 24 órás filmkészítő maraton. A versenyen a világ bármely tájáról részt lehet venni. A program célja, hogy mindössze 1 percbe tömörítve a készítők felhívják a figyelmet a környezetvédelemre, a fogyasztói szokások megváltoztatására, a környezet tudatosabb gondolkodásra. Shoot for Earth, vagyis Forgassa Földért, ez a címe annak az április 15-én induló magyar kezdeményezésű filmkészítő világjátéknak, melyet közösen szervez a Pécsi Tudományegyetem Szekszárdi Kara, valamint a Forgassa Földért Alapítvány. A verseny a környezettudatos gondolkodást próbálja erősíteni. Tavaly kezdődött október 5-én jelentettük be a New Yorkban, a New York Egyetemen volt a felvezető programja, ahol azt is bejelentettük, hogy az idei játék, ennek az áprilisi játék,
játéknak a fővédnöke, Kőrösi Csaba, az ENSZ közgyűlés elnöke, ami számunkra nagy öröm, hiszen egy olyan diplomata, aki a világgal áll kapcsolatban, ő az, aki vállalta ennek a fővédnökségét. A játékra egyébként bárki, bárhonnan jelentkezhet, korosztályi megkötés és nevezési díj nincs. A beküldött pályamű lehet élőszereplős rövid film, videoklip vagy animáció. Emellett a forgatásnál bármilyen mozgókép rögzítő eszközt lehet használni. A játék mindenhol délelőtt 10 órakor kezdődik, a helyi időzóna szerint. Addig, tulajdonképpen addig várunk mindenkit, aki szeretne részt venni a játékban, természetesen Magyarországon a mi időszámításunk szerint, és vasárnap délelőtt 10-ig kell feltölteni a kész filmet az internetre, a játék szabályai szerint, és nagyon sok dolgunk van utána, hiszen a filmeket ki kell küldeni a zsűrinek, lesz egy ilyen online élő zsűrizés a nemzetközi zsűri tagjai között, és aztán kedden délelőtt 11-kor eredményhirdetés. A résztvevő stáboknak maximum 1 perc hosszúságú filmekben kell felhívni a figyelmet arra, hogy a mindennapokban odafigyeléssel, takarékossággal, tudatossággal mit tehetünk környezetünk megóvásáért. A márciusi inflációs adatok összhangban vannak a kormány várakozásaival. Januárban tetőzött az infláció, ezt követően pedig elindult a mérséklődés, mondta Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter szerdán. A miniszter felidézte, hogy januárban 25,7, februárban 25,4, márciusban pedig 25,2% volt az infláció. A javulás tehát mérsékelt, de folyamatos és trendszerű. Megjegyezte, hogy a kabinet a szankciók sújtott a gazdasági helyzetben is világos célokat fogalmazott meg. Megvédik a családokat, a nyugdíjasokat, a teljes foglalkoztatottságot és a rezsicsökkentést az átlagfogyasztás erejéig. Emellett az idén kivédik a recessziót, és az év végére egyszámjegyűre szorítják le az inflációt, tette hozzá. Felhívta a figyelmet arra, hogy az áruházláncok ma már egymásra licitálva jelentik be az árcsökkentéseket, ami egyre inkább megjelenik az adatokban is. Szerinte részben ennek, részben pedig a kínálati oldal korrekciójának köszönhetően mérséklődött márciusban tovább az élelmiszer árak növekedése. Nagyszabású programsorozattal várják az érdeklődőket május 19-e és 20-a között Gunarasban. A népszerű üdülő idén ünnepli fennállásának 50. évfordulóját. A szervezők többek között rockmajálissal, kézműves foglalkozásokkal, előadásokkal, kiállításokkal, vetélkedőkkel és nyaraló szépségversennyel is készülnek. 1973 óta elválaszthatatlan egymástól Gunaras és Dombovár. A népszerű fürdőhely ugyanis ekkor kezdett el kiépülni. Mai napig nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a városnak van egy üdülővezete. Ez az üdülőzebet nyilván városfejlődési rendelességeit ugyanúgy észrevette, mint ahogy a városban lakók is. Nyilván Gunarasnak voltak nagyon szép pillanatai és voltak kevésbé szépek. Azt hiszem, hogy megint elérkezett a pillanat, és ezt nem az 50 évhez kötöm, amikor örömmel tapasztalom, hogy újból nyüzsög és tele van élettel Gunaras. Nyilván egy fürdő életében és annak életútja is a vásárlók szokásai szerint kell, hogy alakuljon mindig. Nyilván ezeknek a trendeknek Gunaras megpróbált mindig megfelelni, és azt gondolom, hogy azok a fejlesztések, amelyek mentén eljutottak ma idáig, nagyon fontosak. Hiszen azon túlmenően, hogy egy fürdőhely volt, kialakult egy rehabilitációs központ is, folytatta a polgármester. Pintér Szilárd arról is beszélt, hogy a fürdő vezetése és a város viszonya nem volt mindig felhőtlen. Már azonban olyan jó viszony alakult ki, hogy a helyi vállalkozásokkal karöltve együtt ünneplik meg az elmúlt 50 évet. Május 19-én és 20-án jubileumi programmal várják az érdeklődőket, többek között rockmajálissal, foglalkozásokkal, árusokkal, előadásokkal, kiállításokkal és vetélkedőkkel. Úgy készülünk, hogy mindenki talál a programok között magának valót, és hát elsősorban azért a nosztalgia egyében, tehát főleg 70-es, 80-as évekre, ha itt a fotókra gondolunk, viszünk ki a könyvtárosokkal a régi retro társas játékokat, olyan játékokat, amiket abban az időben játszottak. Tehát egy kicsit ilyen időutazásra hívjuk az érdeklődőket. A jubileum alkalmából lesz még egy különleges nyaraló szépségverseny is. Nem sokára egy ilyen felhívást fogunk minden postaládába bedobni. Itt részletesen le van írva, hogy hogyan lehet erre pályázni.
Azt kértük, hogy maximum 5 fényképet juttassanak el különböző csatornákon hozzánk, vagy a Művelődési Ház e-mail címére, vagy hogyha valakinek könnyebb, akkor a portán borítékban leadni, illetve a Művelődési Ház Facebook messengerére esetleg átküldeni. Ez április 30-áig fog, vagy azt kérjük, hogy addig történjen meg. Ezután egy zsűri kiválogatja az általuk legszebbnek tartott 3 ingatlant, melyekre interneten lehet majd szavazni. Május 20-án egyébként az érdeklődők még betekintést nyerhetnek a Deák Attila kapospulai festőművész által szervezett táborba is egy nyílt nap keretein belül. Enyhébb az idei tavaszi pollen szezon a tavainál, írta a Nemzeti Népegészségügyi Központ szerdai közleményében. Hozzátették, februárban az éger és a mogyoró, márciusban a ciprus és a tiszafa félék, a nyár a kőris, illetve a juhar pollen szemei uralták a légkört. Mostanra ezeknek a növényeknek a pollen koncentrációja fokozatosan csökken, ugyanakkor egyes napokon még elérhetik a tüneteket okozó szintet. A pollen szezon jelen szakaszára jellemző, hogy nagyon sokféle allergén növény virágpora egyszerre található meg a levegőben, tették hozzá. Az NNK tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban a hidegfrontok hatására a pollen terhelés elmaradt az előző évitől. Közepes és magas kategóriában mozog jelenleg a nyír és a platán pollen koncentrációja, tüneteket okoz a fűz, a kőris, a gyertyán, a nyár, a juhar, a virágpora is. A település fásítási program harmadik ütemében 2023 tavaszán és őszén 10 000 sorfát ültethetnek el 443 nyertes településen, Magyarország legnagyobb belterületi fásítási programjának keretében, mondta Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztését felelős államtitkára. Hozzátette, a települések a klímaváltozást és a belterületi viszonyokat jól tűrő 13 fafajból 10-30 példányt választhatnak a készlet erejéig. A fák földlabdások 10-14 cm törzskör méretűek. Az Agrárminisztérium által életre hívott településfásítási program hozzájárul a kormány céljához, hogy 2030-ra 27%-ra nőjön Magyarország fával borított területeinek aránya, emelte ki az államtitkár. A jó idő kezdetével egyre többen ülnek motorra. Bonyhádon a Völgységi Motoros Egyesület meghívására Talmácsi Gábor gyorsasági motoros világbajnok látogatott el a városba, és tartott előadást arról, hogyan közlekedjünk biztonságosan két keréken. Van egy közlekedési morál, amit tudni kell, hogy most milyen ez Magyarországon. Szerintem jobb, mint régen, tehát nekem pozitív tapasztalataim vannak. Bonyhádon hangzott el a gondolat a 2007-es motor GP 125 köbcentiméteres kategóriájának világbajnokától, Talmácsi Gábortól. A Völgységi Motoros Egyesület a Minden fejben dől el címet adta az előadásnak, amelyre várták mindazokat, akik fontosnak érzik a motoros szezon kezdete előtti felkészülést. A közúti közlekedés egyéb résztvevői még jólátási viszonyok között is nehezen észlelik a két keréken közlekedőket, sőt, sebességüket is nehezebben mérik fel, ezért fontos az odafigyelés mindkét járművezető részéről. A gyorsasági motoros világbajnok arra is rávilágított, hogy a közlekedési szabályokat sem árt időről időre újra áttanulmányozni. Egy autós akkor érti meg legjobban egy motorosnak a dinamikáját, meg a közlekedési moráját, hogyha ő is már motorozott. Tehát, hogy nagyon nehéz így átszellemülni ebbe. És hát nagyon fontos frissíteni a meglévő kressz tudásunkat, mert nagyon sokan nem tudják például, hogy a motorosok használhatják mondjuk a buszsávot, vagy éppen, hogy álló autóoszlop között előre lehet sorolni a motorosoknak. Utast csak akkor vigyen valaki, ha maga biztosan kezeli már a motorkerékpárját, aminek fontos, hogy kifogástalan legyen a műszaki állapota, valamint, hogy a motoros védőfelszerelése is hibátlan legyen. Ezért érdemes azt is átvizsgálni, mielőtt valaki két keréken nekivág az utaknak. Hogy minőségi felszereléseket használjunk, az nem kérdés, de a másik pedig az, hogy megfelelő méretet válasszunk, mert hogyha valami egy picit is szorít, vagy fusztrál, akkor abból elfáradhat az izomrész, zsibbadás lehet, dekoncentráltság lehet, ugyanígy a sisaknál is, hogy nem jó. Pici a sisak, akkor egy idő után szorít, az egy rossz érzés. Ha túl nagy a sisak, akkor belekaphat a szél, és imbolyoghat ugye a fej.
A délutáni előadás alkalmával a világbajnok magával hozta saját védőfelszerelését is, és segítőkészen válaszolt a közlekedéssel kapcsolatos kérdésekre is. A balesetek elkerülése érdekében fontos, hogy a motorosok a helyes sebesség megválasztása mellett a látási és útviszonyoknak megfelelően közlekedjenek. Regionális híreink következnek. Emmaus járás bolyban a húsvét hétfői szokás 2011 óta szellemi kulturális örökség része. Hajózás, elindult a 177. szezon a Balatonon. 14 ország, 300 versenyző, rendkívül népszerű a Pécs Cup nemzetközi ritmikus gimnasztika verseny. Húsvét hétfőn a délelőtti Kálvária dombi szentmise után megteltek a bói pincefalu présházai. Az Emmaus járás több mint 100 évre visszanyúló bibliai gyökerű, német nemzetiséghez kapcsolódó szokás, amely a mai napig aktívan él a városban. A húsvét hétfői családi program 2011-ben a szellemi kulturális örökségek listájára is felkerült. Amikor a feltámadt Jézus megjelenik az Emmaus felé tartó tanítványainak húsvét hétfőn, ők először nem ismerik fel. Beszélgetnek vele, majd Emmausba érve vacsorára hívják. Akkor felnyílik a szemük, és rádöbbennek, hogy Jézus tulajdonképpen végig velük volt. Ezt az utat és ezt a megvendégelést vették alapul a bói pince tulajdonosok is, a húsvét hétfői hagyományos Emmaus járással. A férfiak mindig elmentek ide a pince faluba, egymást megvendégelték, iszogattak, beszélgettek. Idő után ezt az asszonyok megelégedeltek, és a családdal, a gyerekekkel, a férfiak után mentek, mert ugye nem értek haza a férfiak az ünnepi ebédre, és akkor így délután az egész család már együtt volt a pincefaluba. A hagyományos bói Emmaus járáshoz a zene is hozzátartozik. Több zenekarból verbúválódtunk össze, ez most már hagyományosan így van, nem is tudom, 4-5-6 éve, úgyhogy ez kiváló találkozási pont nem csak itt a pince tulajdonosoknak, hanem nekünk zenészeknek is kevés lehetőség van arra, hogy így találkozzunk, mindenkinek más zenekarban van egyébként dolga. A családok, baráti társaságok meghívásra érkeznek, de sokan több helyre is betérnek, meglátogatják egymást. A pincegazdák az úton arra járó ismerősöket is behívják asztalukhoz. Előtt várjuk a barátokat, ismerősöket, akik éppen erre járnak, megkínáljuk őket egy kis süteménnyel, innivalóval. Járt erre már egy tánccsoport az előbb, akik táncokat adtak elő, egy zenekar is járt itt, aki német sváb számokat játszott. Az Emmaus járásnak több mint másfél évszázados hagyománya van. A húsvét hétfői családi program 2011 óta a szellemi kulturális örökségek listájára is felkerült. Hagyományosan nagyszombaton elindult a Balatonon az immár 177. hajózási szezon. A Siófokról indult első hajókat Balatonfüreden fogadták. A Balatoni Hajózási ZRT 2023-ban bővülő programválasztékkal és intenzív menetrenddel várja az utasokat. Siófokról indult Szent Miklós a Balatoni Hajózási ZRT idei első hajója, amelyet Balatonfüreden fogadtak. Nagyszombaton hivatalosan is elindult a 177. hajózási szezon a Balatonon. Az esős hideg idő ellenére sokan fogadták az első hajó érkezését. Sopronból érkeztünk, és kimondottan az első hajó fogadásának ünnepségére jöttünk. Az interneten találtam rá először erre, hogy van ilyen rendezvény Balatonfüreden. Tavaly voltunk először, és kedvet kaptunk hozzá, hogy az idén is ellátogassunk ide. Nem csak a menetrendi és sétahajók, hanem a programhajók is népszerűek a Balatonon. Sok utas kifejezetten ezeket keresi a szezonban. A diszkóhajóban természetesen inkább a zene, a táncolási lehetőség, és az tulajdonképpen a hajózás és az élmény össze van kötve, a táncolás, a zene élménye. A programhajók olyan népszerűek voltak tavaly, hogy idén több indulással és nagyobb kapacitással is várják az utasokat. Nő a buli és a varázs, azaz a gyermekhajók száma, emellett gasztró, sport és kulturális eseményeknek is helyet adnak a programhajókon. Menetrendi hajók most már hagyományosan Siófok, Balatonfüred, Tihany, illetve Fonyód, Balacsony között indulnak el egyelőre hétvégente, illetve a kiemelt kikötőkből sétahajók is indulnak ugyanezeken a napokon. Ehhez fog becsatlakozni a későbbiekben Boglár és Révfülöp, illetve Balaton Mária, Szigliget és Balatongyörök.
A főszezonban összesen 17 kikötőből indulnak menetrendését a hajók, ezen belül 10 kikötőből pedig programhajók is kifutnak. A Bahart csak tavaly több mint 2 millió utast szállított. A hajózási társaság tavaly több mint 5 milliárd forintot fordított fejlesztésre, kikötők, hajók felújítására és beszerzésére. Idén pedig 3 milliárd forintos a beruházási terv. A Pécsi Ritmikus Gimnasztika Egyesület 22. alkalommal szervezte meg a Pécs Cup Nemzetközi Ritmikus Gimnasztika versenyt. A húsvéti megmérettetésen 14 ország csaknem 300 versenyzője mérte összetudását két nap alatt. A házigazda a Pécsi RGSE 67 versenyzője vett részt a kupa küzdelmein. A szezon közepén rendezte meg hagyományos nemzetközi ritmikus gimnasztika kupáját a Pécsi RGSE. Az egyesület 1993-ban alakult, majd 2011-ben újjászerveződött. Edzenek itt válogatott versenyzők, de azok is, akik csak a mozgás öröméért sportolnak. A meghívást nagyon sokan elfogadták szerencsénkre. A versenyünk most már gyakorlatilag a Covid előtti népszerűséget súrolja. 14 ország csaknem 300 versenyzője vesz részt a kétnapos versenyünkön. Ez ugye már a 22. alkalom. Azt kell, hogy mondjam, hogy most már valóban Európa, sőt világ szinten is ismert versenyről van szó, hiszen ez kiváló példa is jól mutatja, hogy az idén Tájváról is érkeztek hozzánk vendégek. A 22. Pécs Cupon a házigazda klub 67 sportolója indult. Karika labda buzogánnyal szerepeltem. A karika labdában a hátsó mérleg nem annyira volt jó. Buzogányban meg ejtettem egy kicsit, de amúgy jó volt. Szerintem nagyon jó volt a tegnapi nap, a gyakorlataim is jól sikerültek, és hát annyit nem is rontottam, mint gondoltam. Az első osztályú versenyben, ahol már a legkisebbeknek is két, és a 9 éveseknek is már 3 gyakorlatot kell bemutatniuk, Konkoly Tege Hanna, Kristóf Szinta Déva, Kahovec Kinga, Péter Panna és Hesz Franciska Míra első helyezést ért el. Második lett a felnőttek között Fekete Liliana, a legkisebbek között pedig Rácz Emili végzett a 3. helyen. A szerenkénti versenyekben 13 arany, 11 ezüst és 11 bronzérmet szereztek a házigazda Pécsi RGSE versenyzői. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket még egyszer röviden. 76 éve kezdődtek a felvidéki kitelepítések, több mint 100 000 magyarnak kellett elhagynia az otthonát. Forgassa földért, idén április 15-én indul a 24 órás filmkészítő maraton. Gunaras 50 nagyszabású programsorozattal várják az érdeklődőket. Talmácsi Gábor Bonyhádon a biztonságos közlekedésre hívta fel a figyelmet a világbajnok. Csütörtökön a Dunántúlon borongós idő várható csapadékkal. A késő délutáni esti órákban a középső ország részben is számítani lehet kisebb esőre. A nyugaton fokozatosan élénkülő északi, másút kissé élénk keleti-délkeleti szél fúj, mely estére fokozatosan fordul át északkeletire. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!